Számos módja van a nemzetiségi kultúra tovább örökítésének. Lehet kézimunkázni, táncolni, énekelni, kézműveskedni, és lehet, ahogy a Kakasdi példa mutatja, főzni. A népi ételek étlapon tartása a házi konyhában legalább olyan fontossággal bír, mint egy tánckoreográfia elsajátítása. Ez a gondolat vezérelte Réti Andrásnét a hagyományos sváb ízek összegyűjtésében. Tervezgettem, hogy szeretném megörökíteni a nagyszüleim által, sváb nagyszüleim által ismert ételeket, ami már egy kicsit feledésbe merült. Én vegyes házasságból származom, de sokkal több időt töltöttem a sváb nagyszüleimmel, sokkal többet segédkeztem nekik, kíváncsi voltam gyermekként is, már akkor is érdekelt, és vártam, hogy meglegyenek a finomságok. És nem tudom, hogy hogy csinálták, de bármikor mentek hozzájuk az unokák, mindig volt valami kis meglepi. És mindig volt valami a szekrényben, pedig körülöttük voltunk, vagy 10 unoka. Régebben én is többször készítettem, egy ideje viszont nem készítettem a sváb ételeket. Hanem amikor jött a gondolat, hogy ezt én szeretném megvalósítani, akkor megint elkezdtem ezeket az ételeket elkészíteni és felidézni azokat az ízeket. A férjem az székely származású, de hát minden ételt végigkóstolt, mert ő ismerte a nagyszüleimtől ezeket az ételeket, és ő ebben nekem nagyon partner volt, hogy nem csak hogy az elkészítésben, de elkészítettem, megkóstoltuk, az-e az az íz, lefotóztam. Tehát nagyon sok munka volt ez, amire ez a kis könyv összeállt. A sváb konyha alapvetően egyszerű, mondja a szerző, hiszen olyan nyersanyagokat használ, ami a háztartásokban megtalálható volt. Mégis olyan ízeket tudnak előcsalogatni, amelyekre jó érzéssel emlékeznek vissza. Nagyon szeretnénk átadni, de sajnos a fiatalok, a gyerekek nagyon nehezen bevonhatóak. Most ugyan a vírus helyzet miatt elmaradt úgy, hogy a gyerekeket bevonva a mézes kalácssütés, de Márton napon, húsvétkor, adventba próbálunk valami olyan ételt bevinni. A gyerekek mindig nagyon örülnek, mindig nagyon megígérik, hogy jövünk, és akkor, mikor arra kerül a sor, hogy jönnének, akkor nem jönnek. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat. Ezt el kellene többször készíteni. Úgy gondolom, hogy ez a szülőknek egy kicsit a felelőssége, vagy akár nekem is, nekünk is, hogy mindannyiunknak, hogy akkor vegyük elő azokat az egyszerű, nagyon jó ízű ételeket, és szeretessük meg velük. Úgyhogy a gyerek kívánja. Ennek érdekében a Német Egyesület ünnepein és nagyobb létszámú összejövetelein ezek az ételek kerülnek az asztalra. A kakasdi németek a vírus járvány ellenére mozgalmas évet zártak, több kezdeményezésük is volt, táncházat, kézműves szakkört indítottak. A kézműves foglalkozásokon horgoltunk, pacskerokat kötöttünk. Ezt jövő évben folytatni szeretnénk, ezt a pacskerkötést. A nemzetiségi napon ott bebizonyosodott, hogy végül is, hogyha össze kell fogni, akkor az egyesület tagjai tényleg teljesen mértékben oda teszik magukat, és nagyon nagy az összefogás. Hát én itt a faluban azt veszem észre, hogy annyira nem. A fiatalokat nagyon nehéz bevonni, a gyerekek azok még csak-csak az óvodába, az iskolába, amikor voltunk kézműves foglalkozásokat tartani nekik, akkor azért érdeklődtek, tetszett nekik, de szerintem, hogyha hazamennek, akkor ez minden felejtés. Éppen ennek a folyamatnak vethetnek gátat ezek a kezdeményezések, mint ez a most megjelent receptes könyv, amely visszalophatja a mindennapokba az ősi kultúrát. Pálfiné Nácsa Mónika elnök azt is elmondta, Kakasd több nemzetiségű település, melyben már megszámlálhatatlanok a vegyes házasságok, és a létrejött családokban pont úgy jelen vannak a székely, mint a sváb szokások maradékai. Ennek megfelelően ez a könyv is gazdagíthatja a kakasdi teljes kulturális örökséget.